A magyarkanizsai Szent Pál templom új tetőszerkezetet kapott. A munkálatokat november végén fejezte be a kivitelező Topolyai cég. Nagy szükség volt már a renoválásra, hisz a több mint 100 éves tető nagyon rossz állapotban volt. Ezek a munkálatok nyilván nem pusztán önerőből valósultak meg, hanem részben Magyarkanizsa község támogatásával, részben a Vajdaság Autonóm Tartomány támogatásával, és nyilván a templomot szerető hívek adományából valósult meg ez a szép munkálat. Lehet-e tudni a beruházásnak az összértékét? A beruházásnak az összértéke 1.974.000 dinár. Annyi, hogy többre számítottunk már, mint több pénzre számítottunk, hogy be kell fektetni, de hála teremtőnek a Magyar Kanizsai Tondak cég, a Potiszi Kanizsa is támogatott minket hótfarkú cserepekkel, és így a beruházás összértéke kevesebb lett. Az 1700 hívőt számláló kis templom nemrég lett belül kifestve. A tervek között szerepel a külső festés is. A következő évben tervezzük a templom külső festését. Nyilván ezt is nem pusztán önerőből, hanem Németország felé pályázunk, illetve a községtől is remélünk némi támogatást, és a hívek adományából is remélünk némi bevételt. Mennyire van lehetősége az egyháznak pályázni, illetve milyen úton, módon tud? Van lehetősége az egyháznak pályázni, de fontos, hogy a püspösség is támogassa ezt a projektumot. Mindenféleképpen a püspöknek az engedélye, jóváhagyása kell ahhoz, hogy elkezdődjenek a munkálatok, illetve a szabadkai püspökség is sokat segített ebben. Például a tartomány felé maga szabadkai püspökség terjesztette be a pályázatot, és sikeres is volt a pályázat. A Szent Pál templomot Tukacs Teréz emeltette Isten dicsőségére és férje Tóth Pál emlékére. Építése 1912-ben kezdődött, és 1913. május 28-án fejeződött be. Német Zsigmond kanizsai káplán szentelte fel. A kis templom neogótikus stílusban épült. A toronyban 3 harang található, Szent Pál, Szent Teréz és Szent József harang.